A Szalag és Törzs utca kereszteződésében épül Örökös Föld harmadik temploma a református gyülekezet számára. Néhány évvel ezelőtt adták át a római és a görög katolikus templomokat a városrészben. A három épület egy közös tulajdonsággal is bír. Mind három templomot, a görög katolikus, a római katolikus és most az épülő református templomot egyaránt Kulcsár Attila építész tervezte. Úgyhogy egy nagyon sajátságos és különleges adottsága ez a városnak, meg magának az építésznek is, azt gondolom, mert kevés építész mondhatja el magáról, hogy egy városon belül három templom és egy ölelésben ráadásul. Úgyhogy ennek szívből örülünk, annak meg különösen, hogy a tervező úr a református egyháznak a oszlopos tagja, aki minden vasárnap nem csak rajzolja, álmodja a templomokat, hanem használja is, tehát jelen van közöttünk a közösségben. Az Örökös Földi Református Közösség 18 éve alakult, jó néhány éve már a Vescsik Vilmos középiskola aulájában találkoznak. A templom építésének tervezési folyamatai három évvel ezelőtt indultak el, de parókia és gyülekezeti ház is épül a Nyíregyháza Örökös Földi Református Közösség számára. A templom építése jó ütemben halad, az épület torony magassága a 30 métert is eléri majd. A templom 250 ülőhelyesre lett tervezve. Nyilvánvalóan ez egy templom belső világánál mindig egy kicsit mobilis, tehát lehet több is a létszám, hiszen egy gyülekezeti ház, gyülekezeti központtal egybe tervezett épületről van szó, ami azt jelenti, hogy egy tágos aula köti össze a templom teret a gyülekezeti élet egyéb funkcióit segítő terekkel. A beruházást elsőként a gyülekezet támogatta, több millió forintot összegyűjtöttek, ehhez kaptak nagymértékű állami segítséget. A kormány az építési és fejlesztési keretéből a Magyar Református Egyházon keresztül a tiszántúli egyházkerület jóvoltából 450 millió forintnyi forrást biztosít a templom építésére. A tervek szerint a következő év elejére befejeződik az építkezés. A jövő évi húsvéti istentiszteletet már az új templomban tervezik.